Szevasztok skacok, mielőtt elindulna a videó, mindenkinek szeretnék így utólag áldott boldog karácsonyt kívánni, és a következőekben majd boldog új évet. Kezdjük is a videót! Szevasztok srácok, én Ádám vagyok, és elérkeztünk a legújabb videónkhoz, amiben egy nagyon régi videó sorozatot fogok folytatni. Ami nem más, mint a DVD gyűjteményem. Még két éve, azt hiszem, vagy egy éve, nem tudom, másfél vagy két éve csináltam egy olyan videót, pontosabban két olyan videót, amiben az akkor jelenlegi DVD-imet mutogattam be. Elég sokan megnéztétek, kaptam rá sok pozitív visszajelzést, és hát nem is olyan rég csináltam ugye a Blu-ray filmje, filmjeimről egy ö, videót, és úgy gondoltam, hogy most már azért gyűlt össze egy pár, ahhoz képest egyébként nem olyan sok, viszont nagyon sok olyan film van, amit még mindig szeretnék megrendelni, csak még nem jutottam el addig. Szóval az a lényeg, hogy nincs olyan nagyon sok, viszont már összegyűlt annyi, hogy egy rövid kis videót összedobjak belőle, és ezek, igazából ezek mind, amik azóta összegyűltek, fontos közlendő még így a videó elején, hogyha érdekel titeket az előző két rész, akkor azt itt tudjátok megnézni, itt lesz az első rész, és valahol ott keressétek mellette a második részt. Szerintem vágjunk is bele! Hát itt is lennénk az első dvd nkel ennek a címe nem más, mint Hans Zimmer Live in Prague, ez Hans Zimmernek egy DVD-je, ez ugyan nem egy film, de alapvetően ez is egy film, ez a Prágában levő koncertjét mutatja be, nagyon látványos és nagyon szép, a hangminőség is egész jó. Aztán hát lehet köpködni, ilyesmi, én régen, hangsúlyozom, hogy régen nagyon szerettem az alkonyatot, és hát megvolt itthon az első része, és úgy gondoltam, hogy ha már megvan az első rész, akkor majd szép lassan megpróbálom hozzá beszerezni a többit is, hát, Ugye ez volt az új hold, meg megvettem a napfogyatkozást is, mert megtaláltam őket. Azt hiszem 500 forint volt, úgyhogy annyit talán meg is ért. Amúgy meg nagyon nem tudok ezekről mit mondani, mert olyan régen láttam, hogy nem is nagyon emlékszem rá, hogy mi van bennünk, de ha, ha már megvan az első rész, akkor hozzágyűjtöm a többit is, úgy voltam vele. Aztán nézzük is a következő DVD-nket. Ez nem más, mint a hangya és a darázs, ugyebár ez a hangyának a folytatása. Nekem tetszett, voltak, akiknek annyira nem tetszett, én nekem az a része tetszett leginkább, hogy úgymond ez az elindítója a végtelen háború eseményeinek. Úgyhogy nagyon király, mert kötődik a filmhez. Aztán nézzük a következőt, ez nem más lesz, mint az Az. Mondhat bárki bármit, én nekem az első meg a második része is tetszett, nyilván a második rész még nincs meg. Lehet, hogy már ki a DVD-n, de nem tudom. Azt már lehet, hogy Blu-ray-en szerzem be. És ahogy lehet látni, ez egy dupla lemezes kiadás. Ugye ez nem egy sima. Bal oldalon van a sima lemez, a filmel jobb oldalon meg az extra lemez, ami elvileg nagyon sok ö, jóság van a filmrel kapcsolatban. Evezzünk is vissza Marvel-es vizekre, ez a Végtelen Háború. Ugye nyilván bosszú állók. Egyébként ennek nagyon szép a DVD-je, ilyen kékes űr ég, nem tudom, hogyan mondjam. Tök jól néz ki, meg hát a sima, kompakt Disney lemez van benne, mind az összes Disney kiadványban. Aztán irány, pókember irány a pókverzum, imádtam, nagyon jó, vannak rajta extrák eredeti nyelven. Ez egy rohadt jó film, jön is a folytatása, nagyon várom, ez egy nagyon jól sikerült animációjáért, pedig meg is kapta az Oscar díjat, amit nagyon megérdemelt szerintem. Aztán, ha már pókember, itt most jön egy nagy pókember maszlag, ugyanis egy csomó pókembert szereztem be, ez ugye a pókember idegenben, ez a legújabb, ez az idei film, ennek viszont nem az a sima Disney DVD-je van, ennek még a DVD-je is, máshogy néz ki, egyébként szép kiadásra sikeredett ez. Aztán, egy nagyon-nagyon nagy kedvencem, amit nagyon régóta szerettem volna megszerezni, ez nem más, mint a csodálatos pókember 2. Gyerekek, erre kb. 4 éve vadászok, sehol se találtam. És most megtaláltam. Nagyon örültem neki, amikor megláttam, viszonylag olcsó is volt, és hát már nagyon régóta hiányzott a, a hőn szeretett pókember gyűjteményemből. Aztán nézzük, itt a következő az a Django elszabadul. Quentin Tarantino részleg következik. Nagyon szeretem, nagyon király, nagyon véres, de nagyon jól sikerült film. Leonardo DiCaprio és Jamie Fox nagyon jót alakítanak benne, és uh, hát ezekhez, ami most következik, ez az utolsó, a Ponyvaregény, ezekhez fogom megvenni majd még szépen 4K Blu ray a Volt egyszer egy Hollywoodot. Meg hát majd nyilván szé később szépen az összes többi Quentin Tarantino filmet. Hát ennek meg ugye a szokásos umatörmenes euh, poszteres kiadása van. Úgyhogy dióhéjban ennyi is lett volna a DVD gyűjteményem. Szóval, hát ez lett volna igazából egy összességében a DVD gyűjteményem kiegészítése. Nyilván, hogyha majd még érkeznek DVD-im, vásárolók és összegyűlik belőlük egy kis kupac, akkor fogok folytatást csinálni, amennyiben ti is szeretnétek. Szóval ez a rövidke kis videó ennyire sikeredett volna. Remélem tetszett, ha így vagytok vele, nyomjatok rá egy lájkot. Like Itt lent fel tudtok rá iratkozni, én Ádám voltam. Szevasztok!